Sziasztok, ha itt vagytok, ismét egy ilyen kérdés felelekes válaszolókos videó ez. Írta nekem valaki, hogy szia Eszter, eddig hagytam a hajam magától megszáradni, de nekem oldalt lapul le, vékony szálú kevés hajam van, ez miért van? Ezt megmondom őszintén, hogy nem teljesen értem, úgyhogy nem tudok rá válaszolni. Ez a kérdés felelekes válaszolós videó. Szóval oldalt lapul le, az nekem ez az oldala, hogy ott kéne, hogy így kiálljon, vagy mi? Mert régebben volt olyan divat, ugye, hogy oldalt mint hátra volt szárítva, meg hogy oldalt is volt volumene a hajnak, az hajszárítási módszer, vagy ugye be lehet csavarni hajcsavaróra, és akkor az ad neki egy magasságot, egy volument, oldalt is. De nem igazán értem, hogy itt mi lehet a baj. Egy dolgot tudok javasolni, hogyha mondjuk olyan a hajat tegyük fel, mint nekem, és ez nyilván lehet most 10 centivel rövidebb, hosszabb, mint, és mondjuk zavar, hogy itt kevés, vagy mondjuk úgy, hogy lelapul, akkor ide hajtóemelő púdert tudsz tenni. Megmutatom, hogy hogyan. Hajtóemelő púder. Úristen, de nagy a lenövésem. Oda. Hú, de rossz így a kamerába csinálni. Szóval oda kell szórni egy picit a tövéhez, ott így elkenegeted, és akkor ad neki egy kicsi teltséget. Nem tudom, hogy ezzel segítettem-e, mert nem tudom, hogy ez volt-e a probléma. De ha igen, akkor szívesen, ha nem, akkor meg légy szíves, írd nekem még, hogy mire gondolsz pontosan. Jó, és akkor várjatok, nézzünk még egy kérdést, hogy hogyan lehet dúsabb egy haj, ez merült fel valakiben. Ugye ugyanez a trükk az egyik. A másik, hogyha a tövét mindenhol megemeled, tehát itt is, tehát például ide akár hajtóemelőt is tehetsz egyébként, tehát ugye attól is hajtóemelő spré, ugye már mutattam ezt is videómban, hogy most nem akarom a saját hajamat összefújni, de hogy így odafújogatod a tövéhez hajszárítás előtt, ez ad neki ott egy magasságot, egy volument, kicsit tartást is, és attól is több lesz. És még attól tud több lenni, hogyha minél, tehát például hajformázáskor, akár hajszárításkor, akár vasaláskor, vagy akár hogyha besütöd, minél vékonyabb tincseket veszel kezelésbe. Tehát hogyha elaprózod igazából, mert akkor azt a vékony tincset formázod, azzal csinálsz valamit, hagyod kihűlni. Fogsz egy másik vékony tincset, azzal is, azt már megint... Várjátok, mutatom, van egy fésű. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy ahhoz, hogy volumene legyen egy hajnak, az azt jelenti, hogy minél jobban el kell, hogy álljon a fejedtől, minél több részen. És hogyha ezt itt eláll a fejedtől, mert ezt külön beszárítottad és ide leraktad. Utána veszel egy másik vékony tincset, ami akkor azt meg már ide formázod. Míg ha normál módon ezt a két tincset egybe formáznád, akkor ez már látod, kicsit lefelé húzod, ezt meg húzod a helyén, tehát így kisebb lesz a volumene. Ez így nem tudom, hogy érthető-e, remélem. Lényeg az, hogy ugye 90 fokban kell minél aprólékosabban kihúzogatni a tincseket ahhoz, hogy minél nagyobb legyen a volumene. Legalábbis ez is egy módszer. Viszont egy dologra kell figyelni, hogyha mondjuk egy gőzölős vasalóval vasalod minél apróbb tincseken, akkor viszont összeesik az egész. Úgyhogy itt mindig a tövét kell nagyon megemelni, a tövével kell foglalkozni, attól lesz igazából volumene, vagy pedig, hogyha nagyon sok átmenet van vágva a hajadba, tehát hogyha a felső fedő részek rövidebbek, és minél több itt a rövid,
És mondjuk te ennek a végét besütöd, vagy úgy szárítod, hogy így egy kanyart csinálsz a végébe, akkor ugye itt egy csomó ilyen kanyar lesz, és ugye attól fog az egész többnek tűnni. Ugye van, aki akkor gondolja többnek meg dúsabbnak a haját, hogyha ha ezt látja, tehát hogyha itt van terjedelme, van, aki meg akkor, hogyha azt látja, hogy megemelkedik a feje tetején, és magasabb, és igazából ott több a haja. Ezt el kell dönteni, hogy te, neked melyik a jobb, melyiket látod többnek. Ha a kettőt együtt, az a tuti egyébként a 80-as évek, akkor meg kell emelni a tövét is, nagyon sok átmenetet csinálni bele, és valamiféle hullámot, valamiféle hullám legyen, és az ott burjánzik a fejed körül az egész. Akkor nagyon sok lesz. És hajtóemelő por, ez egyébként egy jó megoldás. Meg lehet azt is csinálni, hogy mondjuk mele van az én hajam, várjatok. Erre van, és azt akarnám, hogy megemelkedjen. Akkor megfogom, idehúzom, egy gyenge lakkal odalakkozok a tövéhez, várok egy kicsit, amíg megszárad a hajlap, és utána visszahajtom. Ilyenkor most hülyén néz ki, de hogyha ezt megcsinálom itt is, meg itt is, meg itt is, majd a végén átfésülöm, akkor azért meg fog emelkedni az egész. Na, hát valahogy így, azt hiszem. Sziasztok!